Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Pedagógus nap, színházi élménnyel köszöntötték a pedagógusokat Sopronban. Pünkösdi bérmálás, közel 200 fiatal fogadta a Szentlélek ajándékát a Szent Mihály templomban. És Gyesev jó ütemben halad a soproni vasútállomás felújítása. Június első vasárnapján a pedagógus napon azokat a nevelőket, oktatókat ismerik el, akik munkájukkal önzetlenül segítik a jövő nemzedékét. Sopronban színházi előadással köszöntötték a pedagógusokat. Ünneplőbe öltözött óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, egyetemi oktatók töltötték meg a Lisztközpont Széchenyi termét vasárnap délután a pedagógus napon. Színházi élménnyel ajándékozta meg a nap ünnepeltjeit a város. A pedagógusokat az előadás előtt dr. Farkas Ciprián polgármester köszöntötte. Sopron iskolaváros, és mindig is kiemelt figyelmet fordítottunk a felnövekvő generációk jövőbeni sorsára, ami pedig a pedagógusok kezében van. Ez egy nagyon fontos hivatás, talán nem is hivatás és nem is életpályán nevezhetnék élethivatásnak, hiszen az ő kezék között nevelkednek azok az emberek, akik aztán majd egyszer hátukra veszik ezt az országot, és nem mindegy, hogy milyen irányba viszik azt. Ennél fogva úgy hiszem, hogy ez a pálya, ez a hozzáállás, ez a szakma mindenképpen megérdemli azt a tiszteletet és figyelmet, hogy egy évben egyszer megálljunk, és megköszönjük nekik mindazt a munkát, amit megcselekedtek, a nyugdíjasokra gondolván, és megköszönve az aktívaknak is azt, hogy minden nap ezt a fontos élethivatást űzik és végzik, és a jövő generációját, a jövő palántáit nevelik, ápolják, gondozzák, hiszen nagyon sok múlik rajtuk. Orbán Júlia, pedagógusok soproni művelődési házának igazgatója is köszöntötte a pedagógusokat. Beszédében hangsúlyozta, az idén 70. születésnapját ünneplő ház több eseménnyel is megemlékezik a jubileumról. Ezeknek egyik méltó állomása a pedagógus nap köszöntése. A pedagógusok szerintem a lelkészek és az orvosok mellett a legszebb hivatást gyakorolják, hiszen gyerekeket nevelnek, jellemeket formálnak és példát mutatnak. És szerintem mindig fiatalok maradnak, hiszen örökké csillogó szemű érdeklődő gyermekeknek a környezetében élnek. Ez nem mindig van így, hogy érdeklődőek, de mi soha nem adjuk fel. Mi ezeket a gyerekeket is nagyon szeretjük. A pedagógusok az És Rómeó és Júlia című darabot tekinthették meg Nagykálózi Eszter és Rudolf Péter Kossuth díjas művészek előadásában. Az ünnepeltek körében nagy sikert aratott a két kiváló színművész varázslatos játéka. Zsúfolásig megteltek a soproni Szent Mihály templom padsorai, ahol dr. Veres András győri megyés püspök celebrálta a pünkösdi szentmisét. Pünköst hétfőn közel 200 fiatal fogadta a Szentlélek ajándékát és bérmált a szentmisén. Zúgtak a harangok a hétfői pünkösdi szentmisén. A hívek testüket, lelküket ünneplőbe öltöztették, hogy így fogadják Jézus üzenetét. Az egyháznak a reménye is egyben jövője a fiatalság, így külön öröm volt a soproni egyházközösségnek, hogy hétfőn közel 200 fiatal bérmálkozott. Pünkösd a hívő ember számára a Szentlélek eljövetelének és az egyháznak az ünnepe. A mai ember is ezt igyekszik a mai körülmények között az egyház jelenlegi helyzetére és jövőjére reflektálva megünnepelni, és azt várjuk, hogy a lélek mindnyájunkban hozza meg azokat az új felismeréseket, meglátásokat, azt a lelkesedést, amivel az apostolok útnak indultak az egyház nevében, az evangélium hirdetésében. Ezt szeretnénk mi is, a bérmálás, ehhez ad különleges segítséget a bérmálkozottaknak. Bízunk benne, hogy ezzel az egyház növekedni és erősödni fog. A város plébánia, a Szent György, a Szent István, a Szent Imre, a Szent Margit és a Bánfalvi plébánia, valamint a Széchenyi, Berzsenyi és Ötvös gimnázium fiataljai, bérmaszüleik és családtagjaik jelenlétében vették fel a bérmálás szentségét pünköst hétfőn a Szent Mihály templomban. Ezen a szép napon, pünköst hétfőn, megyés főpásztor szolgáltatja a bérmálás szentségét fiataljainknak. 6 egyházközségből áll Sopron, a soproni esperesi kerület, és 126 fiatal
fogadja a Szentlélek ajándékait. Olyan jó érzés, hogy teljesen megtelt a Szent Mihály templom, és készültünk erre kilenceddel, imával. Láttam, hogy a szülők is örömmel hozták el gyermekeiket, a bérma szülők is. Ez egy nagy remény. Az egyháznak a reménye, a jövője a fiatalok, és ez az pünkösdi élmény számukra meghatározó, hiszen a mai Szent Mise az ő pünkösdjük, és így indulnak el arra a küldetésre, amire Jézus hívja őket, hogy legyenek tanuk a szeretetnek, az evangéliumnak, az örömhírnek legyenek a tanúi az egyházban, de a világban is. És ezért imádkozunk, hogy ezt a szép küldetést be tudják tölteni. A hit nagyon fontos a fiatalok életében is, így különösen jó érzés volt látni, hogy ennyi fiatal fogadta a Szentlélek ajándékát. Számomra, mivel katolikus családból jövök, nekem így rendkívül fontos. Szerintem maga a pünkösd igazából lesz, hogy kicsit így átszellemülni, és Istenhez úgymond közelebb kerülni a Szentlélek által, és az ő nyelvét jobban megérteni. Szerintem mindenkinek egy alkalmas időre egy kicsit jobban elszellemüljön, és így átgondolja, hogy az eddigi életét. Pünkösd a keresztény egyház egyik legfontosabb ünnepe húsvét és karácsony után. A húsvét utáni 50. napon a Szentlélek leszállt Szűz Mária is Jézus kereszt halála után először egybegyült apostolok közé, akik ezután a világ minden nyelvén hirdették az evangéliumot. Megállapodás született az egységes töltők alkalmazásáról az EU-ban. Az új szabályok értelmében 2024-től a vezetékes kábelen keresztül újra tölthető mobiltelefonokat, táblagépeket, e-olvasókat, tölthető fülhallgatókat, digitális fényképezőgépeket, kézi videójáték konzolokat és a hordozható hangszórókat gyártótól függetlenül C-típusú USB-porttal kell felszerelni. A gasztronómiájé és a szórakozásé volt a főszerep a Pünkövesd harmadik kövesdek találkozóján. A háromnapos eseménysorozaton kicsiknek és nagyoknak is készültek tartalmas programokkal. A gyerekeket irodalmi gyermekműsorral, kisvonatozással várták, míg a felnőttek különböző kiállításokkal ismerkedhettek meg, és a színpadi műsor is igen változatos volt. A vasárnapi főzőversenyen 10 csapat mérte össze főző tudományát, és készített különleges vadhúsból készült ételeket. Háromnapos fesztivállal készült Sopron kövest, hogy méltóképpen megünnepeljék a pünkösdöt. Emellett a harmadik kövesdek találkozója is zajlott, hogy az ország minden területén található köves települések összetartsanak és hagyományaikat megismertessék. Vasárnap vadfőző versenyen mérték össze gasztronómiai tudásukat a csapatok. 10 csapat indul, szarvasból és vaddisznóból főznek, köszönjük ezúttal is a helyi területen lévő vadásztársaságoknak a vadhús felajánlást, és nagy a lelkesedés, és látjuk, hogy ilyen jellegű programokra is igény van. Annak nagyon örülök, hogy közben a színpadon tudnak menni háttérprogramok, itt is be tudnak mutatkozni helybéli vagy szomszéd települések gyermekei fellépői. Van egy nagyon jó speakerünk, Tolna megyéből, Tamásiból hoztuk, és ő most rejtvényeket, kvíz feladatokat is fog adni, és ott a nyertesek kövestpólót, kövest jellegű kiadványokat fognak kapni. A főzőverseny sztárvendége volt Szőke András színművész, aki maga is kötényt öltött és kivette a részét az ételkészítésből. Kaptunk egy meghívást polgármester úrtól, hogy az itteni csapattal, a Sopron-kövesdi csapattal, az önkormányzat csapatával együtt főzünk. Tegnap estig én úgy tudtam, hogy szarvaspörköltet fogunk készíteni, tehát így készültem elő, és aztán jött az üzenet, hogy vaddisznó. Úgyhogy ami most ebben a pillanatban még nem látszik, mert most folyamatosan a zöldségeket aprítjuk a csapattal, 4,5 órát egy alaplevet készítettünk el Dörögdön. Ez két nagyfej vecsési savanyított káposzta. Ez a nagyfej az azt jelenti, hogy ez egészben savanyított káposzta. Emellé kétféle lekvárt használtunk a főzésnél, és nagyon sokféle zöldséget. A csapatok a legkülönfélébb ételeket készítették el. Szarvasból főzünk kétféle ragút, egy erdei gombás szarvas ragút főzünk tök magas burgonyafánkkal, valamint egy mediterrán
szarvasragút, brokkolival, szőlővel, dióval és tőzegáfonyával. A nap eseményei népszerűek voltak. A főzőverseny ideje alatt színpadi programok, 11-es rúgóverseny, este pedig koncertek szórakoztatták a nagy érdeműt. A Fertődi Eszterházi kastély kertje Európa második legnagyobb, Magyarország legnagyobb barokk kertje. Minden szegletében benépesült a csodát kínáló eszterházai örökség helyszín a háromnapos hétvégén. A kastély barokk rokokó dísztereiben és kiállítási helyszínein egymást érték a népes látogatócsoportok. Ezrek vettek részt a vezetett park és kertsétek mellett a Haydn szellemiségét tükröző eszterházai helyszíneket bemutató zenetörténeti sétákon és előadásokon, illetve a rózsakerti vezetett túrákon is. Jó ütemben halad a soproni vasútállomás felújítása. A főbejáratot érintő munkálatok miatt az utascsarnokot kizárólag az óratorony melletti bejáratokon lehet megközelíteni. A jegypénztárak átmenetileg a korábbi mobilitási központ helyén üzemelnek. A megújult épületet várhatóan ősszel vehetik birtokba az utazók. A soproni vasútállomásban zajló munkálatok célja a várócsarnok adottságainak jobb kihasználása, belső közlekedési rendszerének optimalizálása, valamint a szolgáltatások színvonalának további javítása. A munkavégzés a menetrendet nem befolyásolja, ugyanakkor a munkálatok miatt időszakos korlátozásokra kell számítani. Tavasszal kezdtük a felújítási munkálatokat, és most június 2-ától egy második ütembe, második fokozatba kapcsolt ez a teljes rekonstrukció. Ennek az egyik legfontosabb eleme, ami mögöttem is látszik, hogy a főbejárat nem használható. Ez egészen kora őszig, várhatóan szeptemberig így is lesz. Tehát nem lehet bemenni a főbejáraton, a vasútállomásra bemenni gyakorlatilag csak az óratorony melletti bejáratokon, illetve a kormányablak melletti bejáraton lehet, innen lehet megközelíteni a peronokat. Maga a váróterem sem üzemel jelen pillanatban, ez is így lesz egészen az őszi időszakig. Ami még szintén nagyon fontos információ az utazóközönség számára, hogy a peron kijárat is megváltozott, helyszín is megváltozott. Tehát most a korábbi 2-es-3-as vágányhoz vezető aluljárót például nem lehet használni, mert ez ugye a váróteremből indult ki, hanem csak azt lehet használni, ami az 1-es peronról indul, és átvezet a 2-es-3-as, illetve 5-ös-7-es vágányokhoz is. A fejlesztés során a várótermet is tartalmazó központi épületrész külső-belső felújítása, valamint a délkeleti üzemi épületszán külső felújítása történik meg. A fűtéshez szükséges elemeket, anyagokat cserélik a szakemberek. Ezen kívül zajlik az a munka is, amelynek keretében ugye majd ismét megnyitják ezt a talán mögöttem látható külső teraszt, amely az állomás előtti térre nyílik, és ehhez a belső galériákat össze fogják kötni. Ami szintén még nagyon fontos információ, hogy az expresszó az továbbra sem üzemel. Ugye magának az expresszónak a működése szünetel ugyan, de majd, ha megnyílik, akkor egy sokkal kényelmesebb, sokkal nagyobb közönségtérrel rendelkező vendéglátóipari egység lesz majd a soproni vasútállomáson. A rugalmas és gyors közlekedést mindenki számára a kihelyezett feliratok segítik. Az állomási szolgáltatások egy része, köztük a csomagmegőrző, az ATM és a nyilvános telefon az utcacsarnok felújításának teljes ideje alatt nem elérhető. A Gyesev ZRT mindenkit arra kér, hogy a kivitelezés ideje alatt továbbra is fokozott óvatossággal közelítse meg az állomás épületet, utasaitól pedig azt kéri, hogy az utazás előtt a megszokottnál korábban érkezzenek a vasútállomáshoz. Hideg front érkezik, az időjárásról részletesen híradónk után hallhatnak. Ezután Szerda Este című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió szerdai híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön sokfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, melyeket felhőszakadás, néha jégeső kísérhet. A csúcshőmérséklet a Dunántúlon 19-25 fok között alakul. Pénteken eleinte eshet, majd délután gomoly felhőkből alakulhat ki szorványosan zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-30 fok között alakul.
Hétvégén napos, szeles idő várható, a gomoly felhőkből csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délutánonként 24-30 fok valószínű.